A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai műsorunkban Kelemen István, 9 szignális jiu-jitsu mester, stílusalapító, a Kelemen Ryu alapítója és egyben a Terror Elhárítási Központ közelharc instruktora és Karacs Attila, a Terror Elhárítási Központ közelharc oktatója, K1 magyar nagydíj győztes és profi Európa Liga győztes a vendégeim. Vendégeimet többek között a munkájukról és a hétvégén megrendezésre kerülő Tech Gáláról kérdezem. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket itt az új stúdióban. Kelemen úr, ön azon kevés harcművészek közé tartozik Magyarországon, sőt, az egyetlen, akinek saját stílusa van, ez az úgynevezett Kelemen Ryu, egész életét végig kísérte maga a harcművészet, és egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó szintet ért el a harcművészet világában, hogy még nemzetközi szinten is elismerik az iskoláját. Beszéljön erről egy pár mondatot? Hogyne. Hát azt gondolom, hogy van egy nagyon jó japán mondás, amely szerint mester az, akit a tanítványai annak tartanak. Hát Isten igazából ebből a nézőpontból majdnem mellékes, hogy milyen danfokozatokat hord valaki, van iskolája, nincs iskolája, hol jegyezték be, vagy hol nem. Én azért azt gondolom, hogy a tanítványaim még azért egy pár hónapig mesterüknek tekintenek, és ez a legfontosabb. Egy japán bejegyzés az egy nagy megtiszteltetés, azt jelenti, hogy az embernek vannak komoly ajánlói, akik végigkísérték az életútját, és tudják azt, hogy mondjuk nem pár hónap alatt sikerült az övnek a színesítése és a rajta lévő csíkok gyűjtése, hanem mondjuk 4 évtized munkájának az eredménye. De ha megkérdezi tőlem, hogy ezen belül mi az, amire a legbüszkébb vagyok, az talán az, hogy amikor a bejegyzési ceremóniát magára vállaló japán szoke Magyarországon először látta élőbe azt, amit csinálunk, akkor ő egy szamuráj dinasztiának az utolsó élő sarja, és hát így azért a családja az hosszú, sok-sok száz éve a japán császár szolgálatában állt, tudva levő, hogy ezek igen büszke emberek. És az szaladt ki a száján, hogy ilyen jiu-jitsut a világban nagyon keveset látott, sőt a saját hazájában sem. Az én számomra ez volt a legnagyobb elismerés ennek a 4 évtizednek. Én úgy gondolom, hogy a harcművészet világában az elmúlt 30 év alatt, több mint 30 év alatt, azért a magyarok sok tekintetben, úgy a karate világában, úgy a kágy világában letették a névjegyüket, és büszkék is lehetünk arra, amit elértünk, és örülünk annak, hogy vannak olyan mesterek, mint ön, akik avval foglalkoznak többek között, hogy az ifjúságot tanítják, és ezt olyan mesteri szintre emelték, amit tényleg csak keveseknek adatik meg, ezért ebben a műsorban szeretnénk önnek külön gratulálni. Köszönöm szépen. Még azt megkérdezném, hogy komolyabban mikor kezdte el egyébként? Mi volt az, ami ő megfogtont, és mikor kezdett el harcművészettel foglalkozni? Viszonylag későn, mert abban a korban, amikor én fiatal ember voltam, mondjuk kamasz, tulajdonképpen egy harcművészet volt Magyarországon, a judó. Elkezdtem foglalkozni egy kicsit judóval, kicsit önvédelemmel, kicsit jogával. Hát a korszak ilyen autodidakta módon való tanulásának voltam az egyik élharcosa, hát meg ez a mindenki vezetett mindenkit időszaka volt. A 70-es évek közepén, végén találkoztam a kor akkori egyik komoly önvédelmi iskolájával, a haditornaklubbal, és annak a vezetője, Szacski Mihály volt az első tanárom, aki már egy olyan önvédelmet oktatott, ami rendszerben volt foglalva. Igaz, ez nem tradicionális jiu-jitsu volt. Jiu-jitsuval 1978-79 óta foglalkozom. El tudnánk képzelni az életét rend, rendszer, fegyelem és felelősségvállalás nélkül? El tudnám, csak akkor egy káoszba élnék, ami azért elég kellemetlen. Ugye látjuk a világban, hogy milyen az a világ, ahol káosz uralkodik. Igen, és ezeknek a szavaknak vannak nagyon pozitív kisugárzásai is, és a fegyelem az nem vakfegyelmet jelent, a rend az nem beteges pedantériát jelent, hanem a mindennapi életben olyan biztos fogódzókat és olyan pontokat, ahova az ember kikötheti a hajóját, és vannak tájékozódási lehetőségei arra, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi az erkölcsös, mi az erkölcstelen. Hát ez egy ilyen régi vágású
felfogás az életről, de hát a harcművészet és az általa tanultak azok nem néhány hetes iskolák, hanem több száz évesek, és ott nagyon fontos a fegyelem, a rend, az erkölcs, a tisztesség. A munkásságát tekintve civilként ön az első között volt a rendszerváltozás után, akik saját biztonságtechnikai céget létesítettek, hoztak létre, személyes vagyonvédelemmel foglalkoztak. Mennyire volt befolyásoló tényező az, hogy ön a civil életben a biztonsági szakmát választotta? A harcművészetnek mennyire volt befolyása erre önfelé? Hát természetesen volt. Igaz, hogy ennek az oka egy nagy tévedés volt, amelyben ugye azt feltételeztem, hogy ehhez a privát biztonsági szolgálati munkához inkább nagy fizikum kell. Most már tudom, hogy elég egy kisebb fizikum, de sokkal nagyobb IQ, az az egészséges arány. Egyébként én már az időtájt is oktattam a rendvédelemben közelharcot, tehát nem áll tőlem távol ez az egész kérdéskör. Inkább azért volt jelentősége a harcművészeti múltnak, mert adott volt a korai kezdeti időszakban a munkatársaimnak az a köre, ahonnan kikerültek azok, akik először ennél a cégnél dolgoztak. A munkásságát tekint feljutott szintén egy csúcspontra, ahol a terror elrejtási központnak az egyik vezető kiképzőjévé avanzsálták önt. Mekkora az ön felelőssége az oktatás során? Mekkora nyomást nehezedik önre, amikor ezeket a fiúkat kell képezni, akik szó szerint az életüket teszik kockára mások életének a megmentéséért? Hát ezt többen csináljuk ezt a munkát, például a Karocs Attila kollégámmal. Azt gondolom, hogy a felelősség része az pont ugyanolyan felelős, mint bármilyen más munka. Én nem gondolom, hogy közelarc oktatónak lenni nagyobb felelősség, mint péknek vagy sebésznek lenni. Csak a felelősség másképpen jelentkezik. Itt a legfontosabb az, hogy azok a törvények, amelyek a területési központnak a működését szabályozzák, azokat maradéktalanul be kell tartani, hogy egyszerű nyelvre lefordítsam ezt a kacifántos mondatot, mondjuk egy beteg emberrel szemben intézkedik, mondjuk mentális betegségben szenvedő emberrel szemben intézkedik a területési központ értelemszerűen az az erőszak, amit ilyenkor alkalmazni kell az eredményes intézkedésére, azért az komoly korlátok közé van szorítva, vagyis a technikai felkészültség az az egyetlen, ami ilyenkor segítségére lehet a harcosoknak. Én meg azért vagyok a területesi központnál, hogy ezt a magas szintű technikát át tudjam adni a fiatal harcosoknak, akik nap mint nap mennek és az életüket kockáztatják. Van különbség a civil jiu-jitsu és a területesi központnál oktatott jiu-jitsu között és van. A tematika között? Van, hogyne. Hogyne. Pontosan azért van, mert speciális feladatot kell ellátni, azért van, mert itt mondjuk ezeket a technikákat úgy kell megtanítani a harcosoknak, hogy akár többen tudják ezt egy időben alkalmazni, egy időben használni hasonló módon. Még azért a civil életben A. vagy sportként jelenik meg a jiu-jitsu, B. vagy önvédelemként. Minden esetben egymagam állok szemben, egy ellenfélel, rossz esetben több ellenfélel. Ez a tek esetében nem ez a forgatókönyv. Köszönöm szépen. Teg gála lesz most hétvégén, azaz 2014. szeptember 28-án a Szimacsarnokban. Idén meglepetés ellenfelek ellen kell ringbe szállni a terror elhárítási központ szervezésében megtartandó Budogálán a belügyi válogatottnak. Gála ellenfeleik a kínai rendészeti szerek sportolói közül kerülnek ki, akikről nem igazán tudni semmit, valószínűleg kemény fiúkra lehet számítani. A csapattagok megkettőzött energiabedobással készülnek Karacs Attila K1 magyar nagydíj győztes, Profi Európa Liga győztes segítségével. Attila, ön is egy kemény és híres harcos nevében áll. Elég régóta foglalkozik én is a harcművészetekkel. Mesélne egy kicsit el, hogy mikor kezdte és konkrétan mi az, amiben foglalkozik? Én 1992-ben kezdtem el kempózni, ugye akkor voltam 10 éves, és hogyha nagyon szigorúan nézem, akkor a mai napig nem kezdtem másik stílus, tehát akár mondhatjuk azt is, hogy a mai napig kempós vagyok. Nyilván a nevem inkább a K1 kapcsán vált ismerté, ugye akkoriban ilyen 2000 környékén MMA például még nem is nagyon volt Magyarországon, ha jól tudom, akkor nem is lett volna legális 10 unciás kesztyűnél kisebben versenyt rendezni, tehát a K1 volt az a vonal, amin én el tudtam indulni, és ezért híresültem el inkább K1 versenyzőként.
Civilként ifjúsággal is foglalkozik, tehát az ifjúságot is tanítja. Igen. Hány éves kortól tanít gyermekeket, vagy fiatalokat? 14 éves kortól. Én azt gondolom, hogy ha valaki ennél fiatalabb és szeretne harcművészettel, küzdősporttal foglalkozni, akkor nem a K1 az a pálya, amivel ezt el kell kezdeni. Ezt el lehet kezdeni birkozzással, judóval, jitsuval, akár kempóval, de inkább ilyen játékosabban is művelhető ágazatokkal. Tehát nyilván egy K1 mérkőzést azért annyira játékosan nem lehet vívni. Mit gondol, mint oktató, mekkora felelősség egy oktatónak a gyermekekkel kapcsolatos oktatás során? Szerintem óriási nagy. Már csak azért is, mert nyilván az, hogy milyen sportképességei lesznek egy gyereknek, az egy dolog. Ugye nekem is van kettő otthon. Nagyon-nagyon erősen formálja a személyiséget, és nagyon jó irányba is, és nagyon rossz irányba is elviheti ez. És azt gondolom, hogy ez egyedül az edző személyiségén múlik, hogy melyik oldalát ragadja meg ennek az irányzatnak. A terror elhárítási központnál ön is, mint oktató dolgozik többek között. Ön mire képzi a fiúkat? Alapvetően most már az Istvánnal teljesen közösen dolgozunk, és tartjuk a foglalkozásokat. Nyilván inkább az ütés-rugás része volt az, ami hozzám kapcsolódott, és ugye inkább a különböző folytófeszítő földreviteli technikák, amik az Istvánhoz, csak hát nyilván aki küzdött már életében akármilyen szabályrendszerben, az pontosan tudja, hogy a kettőt nem nagyon lehet elválasztani. Nincsen olyan küzdelem, amiben csak ütni-rugni lehet, vagy ahol csak fogni, dobni, folytani, hanem ez így egyben van, tehát éppen ezért ugyan két oldalról indultunk, de végén középen összeértünk, és ezzel foglalkozom. A K1 küzdőrendszerben mi az, ami kiemeli, vagy megkülönböztet a többi harcművészettől, a full kontakt küzdelmekre gondolok? Mi az, amiben a K1 küzdőrendszer adott esetben más tud lenni? Ezt szeretném, hogy kicsikét talán a nézők is jobban megértsék a küzdőrendszert, hisz tudjuk, hogy nagyon kemény sportról van szó, ahol nem simogatják egymást az ellenfelek a küzdelme során. Igen, bár ez csalóka, mert pont azért, hogy látványos és közönségbarát legyen, ezért nagyon sok mindent kivettek belőle. Egy tradicionális Thai box mérkőzésen az a tájföldi közönségnek valószínűleg nagyon látványos, hogy mondjuk 2 perc eltelik úgy, hogy lógnak egymás nyakába és rugdossák a térdeket. Az európai ember ezt annyira nem szereti. Ugyanúgy nem nagyon szereti például a hozzá nem értő európai ember a földharcot nézni. Tehát azért alkották meg a K1-et, hogy nagyon rövid legyen, ugye 3x3 perc, tehát itt nincsen 12 menet, nagyon pörgős legyen, nem engedjük a fogást, nem engedjük a földrevitelt, hogy azonnal fölállítjuk a versenyzőket. És így sikerült egy olyan közönségbarát rendszert szerintem létrehozni, amivel tényleg, amit el lehetett adni az összes médiának, amiért megőrültek az emberek a világ minden táján. Nyilván konkrétan a rendvédelembe nem lehet átültetni egy az egybe a K1-et, azt gondolom. Bizonyos részeit, bizonyos technikáit át lehet, azt a jótékony hatást, amit ez a fajta küzdelem gyakorol az emberre, azt megint csak szerintem használható, de hát nyilván mellé kell kapcsolni azokat a technikákat, amik a K1-ben egyáltalán nem engedélyezettek, és nem is lenne értelme. Tehát azt gondolom, hogy a férfias küzdelem mindenképpen személyiségformáló, mindenképpen olyan képességeket alakít ki, amit a kollégák nap mint nap tudnak használni, akár egyéb területen is, de technikailag önmagában azért ezt nem erre találták ki. Értem. Mekkora az ön felelőssége, hisz ön képezi most azokat a sportolókat, fiúkat, indulókat, akik a hétvégig állán indulni fognak. Mekkora az ön felelőssége, hogy megfelelő szinten fel legyenek készítve ezek a fiúk a versenyre? Hát nagyon nagy. Nagyon nagy. Nyilván, hogyha valakinek valami nem úgy sikerül, akkor el kell számolnom önmagammal is, hogy ez miért történhetett. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert amellett ugye, hogy a saját csapatunkat készítem, akiket 2011 óta minden évben, idén a kínaiakkal ugye egy belügyi válogatott csap össze, amiben van tőlünk is egy ember a terrorelhárítási központból, ugye érkeznek a BRFK-tól, a készenléti rendőrségtől, meg a katasztrófavédelemtől is. Tehát egy nagyon-nagyon színes társaság, nagyon magas színvonalú versenyzőkkel. És ugye nyilván ilyenkor egy edzőnek azért kell óvatosnak lenni, mert kapok egy srácot, aki mondjuk 15 éve csinálja ezt a sportot, akkor nem nekem kell most a spanyol viaszt föltalálni és új dolgot csináltatni vele, hanem meg kell próbálni arra ráerősíteni, amivel ő ideig eljutott. Tehát bizonyos szempontból ez nehéz feladat, bizonyos szempontból meg azért könnyű, mert nagyon jó késznyersanyagot kaptam. Okozhat nekem meglepetést a kínai tisztek, indulók, akik fognak indulni ezen a versenyen? Hogy látja? Azt gondolom, hogy meglepetés mindig lehet, főleg egy országban, ahol ugye jóval több mint 1 milliárdan élnek, és ahol nem emlékszem a pontos számra, hogy hány rendőr, de hallottunk erről, hogy 2 millió rendőr, tehát azt gondolom, hogy 2 millió emberből ki tudnak választani 4 olyat, aki nagyon ügyes és nagyon jó.
pláne úgy, hogy azért még a laikusok is pontosan tudják, hogy a harcművészeteket azért alapvetően a Távol-Keletről eredeztetjük, Kínából, Japánból, tehát sok-sok ezer éves tradíciójuk van. Nyilván annak idején Japánban a szamurájok, de ugyanúgy a kínai katonáknak a képzésében is ez nagyon, nagyon erősen megjelent, és a mai napig ez ott van, tehát én hallottam Kínában különböző stílusokról elnevezett századokról, talán pont az Istvánnal beszélgettünk erről, hogy hallott olyat, hogy Vadorjú század. Tehát ahol van egy Vadorjú század, ott vajon hány ember foglalkozik ezzel? Tehát azt gondolom, hogy nagyon kemény ellenfeleink lesznek, viszont azt is, hogy a srácaink nagyon-nagyon föl vannak készülve, és mindent meg fognak tenni a győzelemért. Mennyit foglalkoznak most az edzéssel, hogy fölkészüljenek kellőképpen fizikailag, szellemileg a versenyre? Most fejeztünk be a múlt héten egy kéthetes edzőtábort, ahol napi két edzéssel készítettem őket, hát nagyon-nagyon elfáradtak a végére, de hát nyilván önmagában az év 365 napjából azért kevés az a két hét, úgyhogy tavasztól elkezdve, azt hiszem talán májusban kezdtük el, minden héten volt egy olyan összevonás, ahol az összes versenyző megérkezett, és akkor ilyen különböző helyszínekre vittem ki a csapatot, mindig idegen helyre, idegen ellenfelekkel ilyen gyakorló küzdelmeket vívni. Azt gondolom, hogy ebben voltak talán a leginkább elmaradva. Tehát nagyon kevés most Magyarországon az a versenyzési lehetőség, ahol egy komoly szintű harcos tényleg élesben megmérettetheti magát, és ami az edzőteremben edzésen történik, azért az mindig jóval-jóval egyszerűbb és könnyebb, mint ami akár egy kis rendezvényen, egy olyan ellenféllel, aki tényleg komolyan gondolja, és tényleg azért jött oda, hogy nagy közönség előtt legyőzzön valakit. Mind a ketten önök különböző kiképzők a terrorellátási központnál. Hogy látják az urak, hogy aki bekerül önökhöz és nem foglalkozott harcművészettel, mennyivel ad nagyobb munkát önöknek, hogy a megfelelő irányba be tudják vinni, mint az mondjuk, aki harcművészettel is foglalkozik? Hát egyértelmű, ha bárki bármilyen komoly sportmúlttal rendelkezik, az előny. Akármilyen sport legyen az, hiszen a teste fel van készülve, a szellemmel, lelkkel jobban bírja a gyűrődést, mint egy olyan emberi, aki nem tudja, hogy milyen dolog keményen megküzdeni bármiféle eredményért. Ellenben a tekben nagyon kevés olyan ember van, akinek ne lenne valamiféle küzdősport múltja, hiszen ide bekerülni nagyon komoly teszteken keresztül lehet, csak fizikai és pszichológiai teszteken keresztül. Azt gondolom, hogy az állomány zöme az valamilyen harcművészettel foglalkozott. Ezen belül megtanítani valakit jiu-jitsuzni, hiszen hitem szerint a jiu-jitsut arra találták ki, hogy katonai és rendőri szerveknél a közelharcoktatás magja és alapja legyen, az nem könnyű, de hát ezért vagyunk, hogy jussunk egyről a kettőre, és ezeket a harcosokat olyanokká tudjuk tanítani, nevelni, formálni, hogy a leghasznosabbak legyenek arra a feladatra, amire rendeltetettek. A versenyt illetően, ami most hétvégén lesz, bárki, aki belügyi dolgozó, hogy jól tudom, civilek nem indulhatnak a versenyen, ugye? Ennek egyébként mi az oka? Ez az egész rendezvény, ez alapvetően egy BM pontszerző versenyből nőtte ki magát, hogy úgy mondjam, amit ha jól tudom, akkor először csak tradicionális karate szabályrendszerben. Aztán volt judó. Aztán volt judó, igen, és a judó az gyakorlatilag, ha jól tudom, még ma is megy, és ettől teljesen függetlenül. Aztán később bekerült a kickbox a karate mellé, aztán a kickboxból egyszer csak K1 lett, aztán kísérleti jelleggel bekerült a földharc is, akkor még csak is és kizárólag földharc. De nem pontszerző verseny. Akkor még nem volt pontszerző verseny, és ez annyira sikeres volt, hogy nyilván ez lett egy kicsikét most tovább fejlesztve, és ugye a grappling, illetve a combat grappling kategóriákat is ezért hoztuk létre. 150 induló van már most, azt hiszem, benevezve ebben a két kategóriában, tehát ott is nagyon nagy küzdelmek lesznek. Tehát, hogy alapvetően ez egy BM pontszerző versenyből indult, és ezt a jellegét szeretné a terrorelhárítási központ, mint szervező megtartani a jövőben is, hogy ez kifejezetten azoknak a rendőröknek, tűzoltóknak és egyéb területen dolgozóknak legyen egy olyan megmérettetése, ami most már méltán nagy nyilvánosságot kap. Ugye ezek régen eldugott tornatermekben zajlottak, és kis létszámmal, igen, és ettől függetlenül az indulók beletették ugyanazt az energiát, tehát azt gondolom, hogy megérdemlik a nyilvánosságot. Négyféle küzdőmód lesz, ha jól tudom, ugye? Többféle, igen. Egyszerre több tatamin fognak zajlani a küzdelmek. Erről lehetne tudni pár mondatot bővebben, hogy milyen küzdelmi stílusokat fognak bemutatni az indulók? Igen, ugye az első, ami hát végül is a kiindulási alapja volt az egésznek, és említettem, a VKF karate. Aztán lesz Kyokushin szabályrendszer, itt ugye lesz két kategória.
ezen felül lesz a grappling, illetve combat grappling. Ezeket mondhatjuk azt, hogy végül is ez egy kaptafa, hogy úgy mondjam, csak ugye két különböző szabályrendszer, és lesz a K1, Vakó K1 szabályrendszer. Hány versenyzőre fognak számítani összességében, úgy a magyarok és a vendégek tekintetében? Én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy közelítünk a 400 versenyző felé, és abban is bízom, hogyha ilyen nagyon sok versenyző lesz, ez a 350-400 közötti létszám, akkor azért egy teltházas szimacsarnok azért meghálálhatná ezt a sok munkát, amit ezek az emberek beleöltek. Amúgy egyébként a k1.hu honlapon napra kész tájékoztatót kaphat az érdeklődő közönség arról, hogy a szervezés, hogy áll, kik a résztvevők. Hogy színesítsük a programot, a versenyen kívül, tehát a küzdelmeken kívül lesznek-e más programok is a nap folyamán? Lesznek különböző bemutatók, igen. Lesz egy ilyen vásár jellegű, nyilván inkább a küzdősporthoz, illetve a harcművészetekhez kapcsolódó vásár. Én azt gondolom, hogy azért érdemes kijönni, mert az utóbbi pár évben Magyarországon ezen a gálán kívül nem nagyon rendez egyik szervezet sem olyan ilyen súlyú profi küzdősport rendezvényt. Tehát azt gondolom, hogy a színvonal az mindenképpen tényleg az egekben lesz, és ugye a belépés pedig ingyenes, ami nem volt jellemző azért az ilyen színvonalat felvonultató rendezvényekre. Tehát szerintem ennek a kombinációjából azért én is egy teltházra számítanék. Bízom bennem, hogy miután kiderül, hogy ingyenes is, ugye akkor az emberek el fognak menni. A tavalyi évet tekintve én úgy gondolom, nagyon sokan kint voltak. Igen. Díszvendégek tekintetében kikre lehet számítani? Harcművészetre irányában gondolom, a díszvendégeket elsősorban. Nem szeretnék senkit kifelejteni, 140 fős a protokollista. Ugye nem egy égbe kiáltó nagy bűn, ezt a 140 főt nem sorolom föl. A harcművészetek olyan jeles képviselői, akik az elmúlt évtizedekben a nevüket adták ahhoz az ághoz, stílushoz, aminek a művelői. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Én úgy gondolom, hogy ezt a rendezvényt nagyon sok embernek meg kell nézni, hisz ez a biztonságról szól, a fiataloknak egy olyan jövőképet tud mutatni, hogy ne a bűnözés útját választják, hanem a sportot és a rendet és a fegyelmet. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem vigyázzanak egymásra is és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. TEC küzdősportgála a SZIMA rendezvényes kongresszusi központban szeptember 28-án. A belépés díjtalan. A rendezvény sztárvendége Sammy Shield, négyszeres K1 bajnok. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron.